sportosat. Híradónk vendége Egressy Gábor, az Újpest egykori válogatott labdarúgója, a Szájé Budakalász férfi kézilabda klub sportigazgatója. Hát üdvözöllek! Köszönöm szépen, és üdvözlök mindenkit! Mivel volt el rendes és elfogadtad a meghívást, ezért a nem annyira fájdalmas történettel kezdeném a beszélgetést, jó? Rend. Ha jól tudom, ugye tegnap játszott a férfi budakalászi csapatod. Ez volt a IF kézben a harmadik selejtező kör, ugye? Egy spanyol csapattal játszottatok. Igen. Mi lett az eredmény? Hát sajnos a végén kikaptunk 35-27-re, 8-al, de hát nekünk ez az első. A tavalyi negyedik hely után ez egy óriási lépés, hogy a nemzetközi porondra ki tudtunk kerülni, és mivel a magyar kézilabda olyan erős, a harmadik selejtező körbe kerültünk csak be. Van még a Balatonfüred volt, a Csurgó volt, meg a Tatabánya, aki még ugyanígy elindult, de ők már egy körrel előbb bekapcsolódtak ebbe az egészbe. Úgyhogy nagyon nagy élmény volt számukra, egy nagyon jó csapat ellen játszottunk, mert hát azért a spanyol bajnokságban, aki második tud lenni egy Barcelona mögött, az azt gondolom, hogy az... Rögtön egy ilyet kaptatok. Igen, igen, hát most ez a zöld fülüként kezdőként. Sorsolás, igen, a sorsolás fintora, úgyhogy hogy ezt kaptuk, de hát érdekes különben, tehát minden aspektusból, hogy mennyivel másabb az a kézilabda, meg hogy mennyivel gyorsabb, tehát hogy mire kell odafigyelni, de jó volt, tehát óriási élmény volt, nagyon jól tartott magunkat, különben az utolsó 5 percben gurult el idézőjelbe a gyógyszerünk valamilyen szinten, de addig tényleg pariba voltunk, úgyhogy szerintem ők se gondolták, hogy ennyire pariba leszünk velük. Lesz még egy kinti meccs is? Igen, jövő héten péntek, szombat, vasárnap kint vagyunk, igen, pénteken megyünk a csapattal, és szombaton ott 19 órakor játszunk, azt is elvileg a tévé közvetíti, úgyhogy szem előtt leszünk. Aztán jöztök haza. És akkor már csak a bajnokság, utána ugye? Utána a bajnokság, utána jön két könnyű meccs, mert játszunk a Szegeddel, meg utána a Veszprémmel, úgyhogy ebből a szempontból felkészülünk most ezekre a mérkőzésekre, de... Végül is spanyol másik helyzetnél jobban nem is lehetne felkészülni, hogy Szeged biztos, meg egy Veszprém mellett. Igen, tehát... hát most a Szeged megverte a Barcelonát, tehát most ebből a szempontból most jobb csapattal játszunk majd, mint hogyha a Barcelonával játszanák. És a bajnokságban mi a cél egyébként? Hát a bajnokságban hasonló, mint a tavalyi. Tehát tavaly se tűztünk ilyen célokat, mi tavaly a bemaradás volt elvileg a cél, azt valamilyen szinten túl teljesítettük, most ebben az évben pont a Dabas, aki ugyanazt csinálja, hogy tavaly fölkerültek és nagyon jól szerepelnek, nem is annyira figyelnek oda az ellenfelek rájuk, ugyanúgy, hogy ránk se figyeltek, de mondjuk jó csapatunk volt, tehát azért hozzáteszem, hogy tényleg jók voltunk, szerencsénk is volt valamilyen szinten, tehát de azért tettünk érte, hogy oda kerüljünk. Most is ugyanaz a cél, tehát a 4-8 közé várjuk a csapatot, elvileg ott is vagyunk most per pillanat, mondom, még vannak azért nehezebb meccseink, de a hazaiakat meg kell nyerni, és akkor a bennmaradás az biztos, de mondom, ez a 4-6 ez. Mennyire vagytok profik? Mennyire tudtok igazolni? Vagy a Szeged Veszprém az egy külön történet, teljesen, felejtsük, teljesen. És a Tatabánya, hát, még az is, nem? A Tatabánya, Balatonfüred most, aki abba a kategóriába is előttünk vannak, de utána kiegyenlített. Tehát én azt mondom, még a Vác is, aki most elvileg az utolsó, még ők is hasonló játékerőt képviselnek, úgyhogy itt azért ott már hasonló összegek is mozognak így csapatokon belül, tehát ilyen költségvetés szintjén, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ott már bármi, tehát egyedi dolgok is döntenek. Külföldiek? Vannak külföldi. Milyen súlyal vannak? Két szlovák válogatott, vagy válogatottunk, vagy régebbi válogatott, meg még van egy svéd. Van egy svéd, meg még van egy, azt majd most fejből nem fogom megmondani. De nem olyan sok. Tehát nem, mert elvileg annyi van, hogy 5 külföldi lehet, idézőjebb díjtalanul, aztán utána pedig az 5 fölött pedig súlyos 10 milliókat kell fizetni azért, úgyhogy erre azért odafigyelünk, azért nem olyan költségvetés. De még akkor ezt se használtátok ki ezt? Nem, hát most én megmondom őszintén, hogy ahhoz képest az üzletpolitikánk, meg a játékos politikánk az abban a szempontból jó, hogy rengeteg fiatal játékosunk van. Tehát most is a tegnapi meccset, hogyha megnézzük, akkor voltak olyan periódusok a játékban, amikor 95 után született játékosok voltak, tehát teljesen mind a kapuban, mind minden poszton, tehát ebben a szempontból tényleg a fiatalokra építünk, és hát
próbálunk olyan külföldieket, akik idézőjelben hozzátesznek ehhez az egészhez, és hát ezt a stabilitást megadják, ami kell. Futballban is pont ezt szeretnék, hogy ez lenne az ideális, hogy fiatal labdarúgók is mellé 3-4 olyan külföldi, de olyat, akire oda lehet figyelni, akitől lehet tanulni. Viszont futballban ez már nem valósul meg. Valamiért ezek a futballisták, külföldiek nem jönnek ide. Hát igen, itt azért vonzóbb a történet, tehát tényleg az a magyar kézilabda az olyan szinten van nemzetközi megítélésben igen. is, hogy azért nívó ide jönni. Igen, tehát igen. ebből a szempontból azért egy Szeged ellen játszani, egy Veszprém ellen minden hétvégén vagy minden évben oda-visszavágós alapon azért ezek nagy dolgok. Tehát azért mondom, szerintem még a spanyolok is elgondolkodnak, mert én tavaly például a Parando is itt játszottnál, mondjuk előtte Szegeden volt, csak most ebbe az évben mondjuk az is nagy bajnál számunkra, mert ő elment a macedón válogatottnak a másodedzőjeként, és ő azért rengeteget segített, aztán mélységben, meg igen. mindenben. Tehát mindegy, hát most ez van, dolgozunk tovább, úgyhogy nincsen semmi probléma szerencsére. Akkor ez volt a kellemesebb téma. Ide kettő kellemes számomra hozzáteszem. Jó, oké, akkor beszéljünk a labdarúgásról, mert ugye szombaton? Szombaton. Volt egy nagyon furcsa mérkőzés, ahol ráadásul te is érintve voltál a fiad révén, ugye? Igen. Két Újpest játszott egymás ellen bajnoki mérkőzést, az UTA és az UFC. U16-osokról beszélünk. És rögtön már a kezdés, hogy ugye egymás mellett álltak a csapatok, már az már egy furcsa löketet adott az egésznek. Mi is volt ott? Hát nem, hát az volt az egész. Hát most az egésznek annyi a lényege, különben azért hozzáteszem, hogy a mi csapatunkból rengetegen átmentek az UFC-be. Tehát rengeteg barát, ismerős, régi csapattárs ellen játszottunk. Hát mert ugye honnan merített az UFC? Hát az UTA-ból. Igen, hát ugye logikusan. Létrehozták az UFC utánpótlást. Nem, hát az volt az érdekesebb, amit az előbb is említettél, hogy mind a két csapat Újpestet kiabált a bíró köszöntésére, úgyhogy nagyon érdekes volt, hogy mind a két csapat Újpest, utána Újpest, úgyhogy a szülők is úgy szurkoltak, hogy ők voltak Fehérbé, meg Lilá volt, hogy hajrá Lilák, meg hajrá Fehérek, mert hajrá Újpesten mind a kettőt istenítették volna idézőjelben. De ezt 5 évvel ezelőtt mondják neked, nem hiszed el, hogy ez lesz? Hát nem, de azért én úgy gondolom, hogy mind a kettőnek van valami igaza ebbe az egészbe. Tehát az UFC-nek is megvan a saját igaza, az UT-nak is megvan a saját igaza. Tehát nehéz azért ezt szétválasztani. Ez egy hosszú folyamatnak az eredménye, hogy azért ide került ez az egész dolog. Ha visszamegyünk például, én csak most arra tudok gondolni, hogy például ma, hétfőn este játszana az Újpest öreg fiúk a Ferencváros öreg fiúkkal a BLASZ első osztályú kiemelt bajnokságba, és mi Újpest öreg fiúk nem tudunk sajnos kiállni. Mert az a korosztály, az már kiment a 44, uh-huh. vagy a 34 és 44 közötti korosztály, kiment. És nincsenek, már nem tudunk olyanokat igazolni, tehát ugyanúgy, hogy mondtad, akkor bejöttek a 98-ban legutoljára a bajnok az Újpest, utána a levő korosztályokban külföldiek voltak, és nem olyan meghatározó játékosok, meg nem azok a fiatalok jöttek föl, akivel most például mi csak az öreg fiúk csapatot újra tudnánk uh-huh. építeni. Tehát nekünk volt egy jó korosztályunk, annó, amikor én is fölkerültem, ez a 73-74-es korosztály, 5-6-an fönt voltunk az első csapatban, mindenki játszott. Azokból lehet meríteni, utána is jöttek még Löw Zsolték, Kokóék, tehát rengeteg olyan játékos jött még utána, akik ugyanúgy az utánpótlásból kerültek föl. És nem az volt a tendencia, hogy külföldről megvesszük a játékosok. Na most, ha már itt tartunk, jó, hogy szóba hoztad. De ez fontos, nagyon tudom. Fontos. Ugye UT-ban játszik a fiad. Igen. Nyert is az UTA gyorsan, de hozzá 2-1-re az UFC ellen. Na most hiába nyernek meg bármit, nekik nincs felnőtt csapatuk. Az UFC-nek viszont van. Na most ez egy nagyon-nagyon torz dolog, éppen ezért, hogy akkor az UTA utánpótláskorú labdarúgói előtt milyen perspektíva van. Tehát még az sincs meg, tudom, hogy nagyon sok amúgy is elmegy máshová, de még elméleti síkon sincs meg, hogy az UTA felnőtt csapata, mert nincs. Hoppá!
Igen. Hát összetettebb a történet, tehát én azt mondom, hogy a probléma most per pillanat ott van, hogy ez az Újpest, meg a másik Újpest is másodosztályban van. Ez az UTE, az UTE-ről beszélek, a saját idézőjelben csapatunk, vagy a fiamnak a csapatáról. Ő nekik 3 év az U17-es csapat kiesett az első osztályban, mert mivel UTE akadémia volt, kiemelten kezelték ezt az egészet. Az U17 kiesett 3 éve, és most a 16-17-19 tartozik egy csoportba. És az egy csoportból a 17-nek az eredménye számít, hogy fölkerüljenek első osztályba. Tehát most a fiamék 8 ponttal vezetik a bajnokságot, nem számít. Az U17 is nyert különben 2-0-ra, az a következő mérkőzés volt. Tehát ebben a szempontból ott vannak a felkerülésért. Az abba igazad van, hogy utána, hogyha ők fölkerülnek, és jövőre első osztályba tudunk játszani, ott bárki meg tudja látni őket. Most is meg tudja látni, de most át kell igazolnod egy olyan csapatba, ahol van felnőtt csapat, ahhoz, hogy a karrieredet akarod építeni, és tovább akarsz lépni. Ez borzalmas. Ez borzalmas, de hát most ebbe belekerültünk, most a gyerekek emiatt mentek át, különben sokan hozzáteszem az UFC-hez, meg hát azért nekik azért volt egy kisebb lemaradásuk ebben a szempontban, mert első évben csak a 17-19-et indította el az UFC, most ett az évtől. Mikor megvolt ez a szakadás, utána lehetett olvasni, hogy még az edzők is egymást szitták. Igen, tehát volt, aki innen ment át, oda volt, aki utánpótlásban dolgozott. Most mi a helyzet? Én olyan szidásokat, meg ilyeneket én nem tudom, tehát teljesen más a filozófiája az egésznek. Milyen volt a légkör? Meséld el. Én azt mondom, baráti? Jó volt. Baráti volt. A pályán belül ott nem, tehát ott nagyon lehetett érezni a feszültséget, de ugye a szülők mondjuk az edzők között se szerintem, mert pont tudom, hogy a Máténak az edzője például jobban van az ellenfének az edzőjével, meg ott is azért régi újpesti játékosok, a Vík Peti ott van, tehát olyan játékosok vannak, akik itt is voltak az UTE-nál, tehát itt is voltak edzők, tehát nem hiszem, hogy ilyen nagy konfliktus van, annyi van, hogy az UFC-nek a tulajdonosa megelégelte azt, hogy ő különben, aminek én valamilyen szinten egyet is értek vele, hogy ő nem szólhatott bele, hogy mi folyik utánpótlás szinten itt Újpesten. Tehát ő nem szólhatott bele. Ő neki ahhoz, hogy NB1-es csapata van, neki kellett utánpótlás körül csapatok, ezért ő leszerződött az UTE-val, hogy azokat biztosítják, azokat a feltételeket, de ő neki se a rendszert, se a stratégiát, semmit nem engedtek, hogy beleszóljon. Akkor volt ez a szakadás, amikor ő azt mondta, hogy szeretné, hogyha az ő emberei, ha az ő filozófiája szerint építenék föl, ezt kötötték az ebet a karóhoz, ott arról szó nem volt, és akkor utána ő azt mondta, hogy jó, akkor megcsinálom magamnak a saját utánpótlásomat, aztán majd lesz, ami lesz, amelyik erősebb, az fog. Most per pillanat én azt mondom, az UTE utánpótlás szinten erősebb, de idővel nem biztos, hogy ez nem fog kiegyenlítődni, vagy bármikbe. Igen, csak ugye utánpótlás korokról beszélünk, ugye, ahol idő minden. Na most azért tudjuk, azért egy klub tulajdonos nem lesz itt évtizedekig. Tehát most tehát egy kicsit ezért csúnya ez a történet így beleszólni, mert mint ahogy ugye olvastuk, hogy az édesapja megint eladott egy, tehát soha nem lehet tudni, hogy ez a birodalom, ez egyáltalán, ez mennyire életképes, mikor fog kiszállni, mert ugye, mint olvastuk, ugye megint kiszálltak egy csapatból, igen. Tehát nem, én képben vagyok ebben a szempontból. Az is érdekes különben, mert a rendszerváltás után meg mindenki azon imádkozott, hogy legyen egy tulajdonos, egy gazdag tulajdonos, aki irányítja az egészet. Tehát most elvileg ez is megvan. Tehát ebben a szempontból azért összetettebb a történet. Igen, csak azt elfelejtettek hozzátenni, hogy olyat szerettek volna, aki a magyarokat elfogadja, aki a magyarokat magyarként tud kezelni. Most ez innen indult az egész probléma, pontosan a Berga tulajdonossal, hogy nem úgy nyúlt a magyarokhoz, ahogy kellett volna. De hát ezért mondtam azt, hogy az ő utánpótlásában, idézőjelben, amit kapott, abban neki is volt problémája, hogy nem olyan játékosok kerülnek föl a felnőtt csapatba, akiket be tud építeni. Igen. Mit tudom, én mondom tényleg, amikor mi kezdtük az egészet, nyugodtan 4-5-ünket be tudtak rakni egy csapatba. Igen. Most ezeket a feltételeket ő nem kapta meg, és ezért gondolta azt, hogy megpróbálja inkább saját magát. Hosszú távon talán megéri, ezt tudom, hogy az én gyerekemnek, meg akik most például nem is az enyém, de mondjuk a jövőre a 17, meg a 19, akik most játszanak, azok mit fognak utána csinálni? Tehát a 19, az U19-es csapat, az utána szélnek leszereztve, vagy annyi esélyük van, hogy tényleg olyat virítanak idézőjelben a bajnokságban, hogy azt más csapat elviszi, olyan csapatok, akik számítanak ezekre.
Na most azért van már egy-két ember, aki fejébe vett, megpróbálja megmenteni ezt a történetet, hogy megpróbálják elérni, létrejön az UTE felnőtt csapata. Mint ahogy, ugye a Berga tulajdonosnak ugye nem volt utánpótlása, ezt hallottam már én is, hogy elindítják megyébe, és akkor föl kell kerülni, csak az is idézőjelben ebben a szempontból. Hát figyelj, de fiatalokkal el lehet kezdeni már. Abban már nincs semmi, sőt, hát ugye ma már... Hát azért nehéz megnyerni egy bajnokságot, azt azért hozzáteszem, tehát nem olyan egyszerű. Rázs megyébe van most a Reacis is szenved. Igen, hát az igen. Mindig vannak buktatók, meg hát azért hozzáteszem, hogy az UTE se finanszírozta a felnőtt csapatnak a létét. Tehát ott is azért itt több 10 millió, 100 milliókról beszélgetünk. Na de most ott is lenne változás ezen a területen, ezt mindenki tudja, egyértelmű. Tehát ugye olyan vezetés lenne meg, tehát már ezek a történetek úgymond körbe vannak járva. Csak még mindig még vannak olyanok, akik azt hiszik, hogy ez a Berga tulajdonos el fog menni. Hát én ezt erre nem tudom nyilatkozni. És akkor abban a pillanatban az egész, ugye, lehet, hogy... Én a Berga tulajdonos alatt dolgozom valamilyen szinten, mert az öreg fiúk hozzá tartozik például. Tehát azon a pályán edzünk, azon a pályán vannak a mérkőzéseink, tehát ott töltözünk, tehát ebből a szempontból én nem tudok erre mit mondani, meg nem is annyira nincs kapcsolatom vele, hogy legyen, meg mit legyen. Hát másnak sincs. De nem tudom, hogy mit szeretném. Én nem gondolom azt, hogy ő feladná ezt az egészet. Tehát én nem de mit akarhat? Akkor egyáltalán, mert a Újpest felnőtt labdarúgó csapat játékán szintén nem látni, hogy mit akar. Én szerintem annyi van, hogy mivel gazdasági alapon működteti a KFT-t, ő minimális pénzzel akarja üzemeltetni ezt az egészet, megpróbálja majd idővel fölépíteni azt az utánpótlás központot, azokat a játékosokat beépíteni és megpróbálni eladogatni. Ez most neki nem rövid távú, hanem hosszú távú célja. Az a szurkolókat, meg mindenkit nagyon zavar, személy szerint engem is, hogy ez ennek az Újpestnek a hagyományaival, meg mindennel kapcsolatban nem ez lenne a cél. Tehát nem ez lenne a cél. De én azt gondolom, hogy mivel idézőjelben elég egyedül van ebből a szempontból, ő nem fog belerakni például annyi pénzt, mint például egy másik csapatnál, most nem akarom nevesíteni, nem fog annyit belerakni, mert nem látja, hogy annak a megtérülése annyi idő alatt megjönne. Tehát ennek sokkal nagyobb esélye van arra, hogyha ezt az utánpótlás fölépíti, vagy pedig és az övé volt, és eladja a játékost, és se kérdőre lesz pénz, és ott ez egy kisebb, dolog érdekli. Én szerintem igen. Tehát én szerintem ez. Tehát azok, hogy a hagyományokkal, meg minden azzal, szerintem már 4-5-ször már... És az olcsó játékosokat idehozza, leszerződteti. Olcsóbbakat pontosan külföldről megpróbálja azokat elhappolni, kölcsönbe, itt föl. Vagy olyat, aki tovább tud passzolni, ugye, megbeszélni már előre. Én nálam inkább ez a stratégia. Na de ez viszont zavarja a szurkolókat. Ez mindenkit zavar. Pont ez, amit nem tudnak kezelni a szurkolók. Ezt nagyon nehéz kezelni, de amikor eladták a tulajdonosnak, akkor ezt nem hiszem, hogy leírták, hogy az első háromba kell lenni persze, az Újpestnek. De, és mivel gazdasági alapon működteti, azt mindenki tudja a saját költségvetéséből, a saját izébe, hogy mennyi bevételi forrása van, mennyi kiadása van, mi az, amit még rá fog fordítani. Tudom, hogy nagyon gazdag az apukája, meg gondolom az egész család, meg mit tudom én, de nem hiszem, hogy most erre fordítanák idézőjelbe a saját vagyonukat. Én így gondolom. Hát igen. Utánpótlásnál maradva, a válogatott. Válogatottunk, tudjuk, hogy szerepelt, hogy leszerepelt. Détár ugye nyilatkozott, hogy hallom az U17-es meg az U18-as válogatottban mennyi tehetség van, csak hogy én nem látom őket. Hol vannak, kik ők? Ez hát a Dömének a meglátása. Hát tehát ő épp ezért a közeljövőt is eléggé tragikusan látja, mert nincs olyan képességű fiatal. Hát igen, ez egy hosszabb folyamat, azt jól látja? Hát szerintem azért jól látja valamilyen szinten. Tehát azért a 17-es, az tavalyi U17-es csapatból azért rengeteg olyan játékos van, akik külföldön játszanak. Azt, hogy most ők milyen karriert fognak befutni, meg hogy lesz, az hosszú távon még nem lehet. De az, hogy tényleg, hogy külföldön játszanak, egy Benficába, egy Ajaxba, tehát olyan csapatokba, ahol
ahol azért tényleg olyan nevelés is folyik meg minden. De még utánpótlás. De utánpótlásban vannak. Egy-egy játszik azért följebb, például Szoboszlai Dominik, meg van tényleg Csobot Kevin, tehát ők is azért a Benficában ott lenne az 23-as csapatnál, az nem rossz. Tehát én azt mondom, hogy ebből mit fognak tudni profitálni hosszú távon, azt nem tudom. Itt is ennél a csapatnál, én a felnőtt válogatottnál is mondom, tehát amikor egy Király Gabi, egy Juhász Roli, egy Gerazoli, kiesik, egy tengely kiesik, azt már nem tudod azzal föltölteni. Tehát ők nem véletlenül voltak százszoros válogatottak, mert ők voltak a legjobbak, nem tudtad mellé rakni azokat a fiatalokat, akik majd őket kiváltják. Most keressük mindenkinek a helyét, hogy ki lenne az, aki olyan egyéniség, meg olyan játékos, aki be tudna helyettesíteni. Inkább én úgy gondolom, hogy hosszabb távú építkezésbe kéne belefognunk, és hosszú távúban ebbe a belga új szövetségi kapitányok a Ligánszerben nem fog belemenni, hiszen neki a fizetése akkor lesz jó, hogyha kijutottunk az EB-re. Tehát most itt jelen pillanatban a hosszú távú építkezés az kilőve, mert hát, neki ugye célprémium van, legalábbis az MLS elnök Csányi Sándor ezt mondta. Hát jó, hát most az, hogy most neki milyen megfontolásai vannak, meg ő, hogy... Tehát akkor eleve akkor nem tud most... kísérletezgetni. Neki célt kell érni. Biztos, hogy a legjobbat akarja, meg a legjobbat fogja csinálni. Én nem ismerem őt, hozzáteszem. Tehát a munkásságát tudom, hogy hol volt, mint volt, meg mit tudom én. Nem ismerem őt, nem tudom, hogy milyen edző lehet. Nem is szeretnék nyilatkozni, pláne úgy, hogy nem is ismerem. Tehát én ezt nem is szoktam soha. Azt, hogy most valaki ezt mondta, meg valaki azt mondta, ez egy dolog. Az meg egy dolog. Úgyhogy nem tudom, kíváncsian várom, azt azért hozzáteszem. De azért a belga labdarúgást azért az utóbbi 15 évben rendbe rakták. Biztos, hogy van olyan belelátása, ami mert ott is volt. Hát a németnél is ugye ezt mondtuk, ebbe bíztunk. Tehát az igen. A baj, hogy ez nem működik. Igen. Tehát hogy ő honnan jött, és ő miben nevelkedett, mit tapasztalt. Hát igen. Az nem működik itt. Tehát ezt már 50-szer kipróbáltuk, hiába jöttek ide külföldi szakemberek. Hát az a baj, inkább az elvárások szerintem magasak. Én inkább azt gondolom Magyarországon. Tehát, de most megvan az elvárás, ugye? Igen, de én azt mondom, hogy reálisan fogod nézni az egészet, akkor de most nem mondhatják, hiszen Budapest is részese az Európa-bajnokságnak, tehát abban meg nem, bele sem mernek gondolni, itt lesz a stadion, addigra ugye szépen meg lesz csinálva a stadion, és jön az Európa-bajnokság, és nem lesz ott a magyar csapat. Tehát az pedig, nagy égés lenne, tehát... Ez a következő 4-5 évnek a hozománya ebből a szempontból, vagy esetleg 3. Inkább. Hát nem. Igen, csak hát... Ja, igen, hát nem egyszerű. Nem egyszerű. Azért mondom, mert ugye... Nem egyszerű, de most egyik, most akárkit idegazolnak szövetségi kapitánynak, nem tudom elképzelni. Ez a másik. Hogy na, most ezt akartam kérdezni. Aki pont felszabadult, ide jött volna, akkor nem hiszem, hogy... Ki tudna? Nem, ez a kérdés, ugye, hogy ki tudna? Ki kell tudni? Olyan nagy választás nincs, senki. Én ezért mondtam, hogy ott valamit hosszú távon kell, tehát most itt a német vonal talán nem is volt annyira rossz, én azt gondolom, de valahogy nem jött be nekünk valamilyen szinten. Meg azért azt hozzá kell tenni, hogy tényleg sokkal kevesebb a benítési lehetőség, sokkal kevesebben játszanak, sokkal kevesebb, tudom, hogy az MLS-nek azzal, meg mindenkinek az a vesző paripája, hogy tömegesítsünk, és minél többen, abból tényleg egyszerűbb is a kiválasztás, meg minden. De sajnos nincsen annyi tehetség, én úgy gondolom. Sok tehetség van, de annyi nincs például, mit tudom én, mint egy Portugálnál, vagy bárhol. Tehát bárhol, ahol sokkal többen szeretik, meg csinálják ezt a sportot. Szélesi Zolival milyen kapcsolatot? Jó, nagyon. Mindig szoktam neki gratulálni, meg üzengetni, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy oda vették, és hogy megcsinálta az első meccset. Azért milyen rendes volt, azért a Litovszky Robit behívta a keretbe. Ja. Nem is, ez a következő bajom Újpestre. Én egy kicsit úgy éreztem, hogy egy kicsit a Újpesti volna. Most ha visszamész az időbe, például én most tudom a korosztályos válogatottakat is, most például holnap játszik az U16-os válogatott az olaszokkal, tel ki be 3 órakor, utána csütörtökön 11-kor a visszavágol, meg mit tudom, de nem az. Tehát az a bajom például, hogy ebből a korosztályos válogatottban sincs se az UFC-ből, se az UT-ból nincsenek játékosok. Tehát ebből nem lehet idézőjelbe építkezés, hogyha visszamenőleg is megnézzük, akkor se nagyon de vannak azok. Tehát akkor kit akar a belga eladni majd? Ő eddig nem szólhatott bele, azért hozzáteszem neki. Van egy mondjuk három éves handicapje idézőjelbe ebbe a szempontból. A többieknek azért több volt.
Na mindegy, hagyjuk, mert ebből csak problémám lesz ebből a szempontból. De azért nem megsüvegelhető, hogy tényleg az utánpótlásban nem tudunk fölmutatni semmi olyat, ami kézzelfogható. Így zárásként, akkor megállapíthatjuk, hogy jobban jártál, ugye? Jobban ér, hogy a kézlabdával foglalkozol. Nem. Jó, nem. Nagyon szeretem a kézilabdát, teljesen más, mint a labdarúgás. Szerencsére nincs annyi nulla a végén a szerződéseknek, úgyhogy nagyon élvezem az egészet, tehát tényleg nagyon szeretem, meg minden, meg megtanultam, hozzáteszem minden olyan dolgot így a sportszakmán belül, ami ugyanaz, mint a labdarúgás, de mégis azért más, most már EHF kupát rendeztünk, meg már minden, tehát ebből a szempontból nagyon jó, nagyon élvezem, de azért nagy szív fájdalmam, hogy nem tudok a labdarúgásba dolgozni, úgyhogy remélem, hogy majd lesz rá alkalom, de nagyon akkor, jól érzem. Akkor mennél én mennék lesz. Szívesen, persze. Ha ennyire szívesen. Őszinte vagy, aminek örülök, hogyha az UFC hívná a fiadat, hogy menjen át. Minden évben hívja. Aki? Átengednéd? Hát sokat gondolkoztunk ezen mind a ketten, mert a fiam teljes újpesti, tehát ezzel a probléma nincs. Vagy ebben nincs gond. Ott vagyunk, mi az öreg fiúk csapatban, én meg játszok, állandóan ott vagyunk a VIP-ben minden meccsen, amire, ha nem zár kapus, akkor ott vagyunk. Majd mi még nem balhéztunk, de mindegy. Hát most csak tudod, február 24, amikor igen, újra mehetek hát a szurkolók. Addig ráérünk, úgyhogy de mindig szoktunk menni. Ez egy érdekes kérdés az egészben, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Annak, ahogy te is mondtad, felnőtt csapata van, de nagyon nehéz a gyerekkel is idézőjelben, meg nehéz. Ez nehéz döntés. Tehát én volt, amikor egy másik csapatot ajánlottam neki, hogy szerintem ott jobb képzés van, jobb a dolog, de mondjuk itt azért hozzáteszem, most itt az Újpestnél is azért teljesen más alapokra helyezték ezt az egészet. Új szakmai stáb került, akik tényleg olyan edzőket is hoztak. Tehát én azt mondom, hogy azért itt is elindult. Igen, tehát elindult. Igen, csak akkor is kettő van. Kettő, meg azért nincs akkora, szerintem már Újpesten belül se akkora merítési lehetőség, hogy két csapatot fönt tudjál tart, én szerintem. Tehát én is abban lennék idézőjelben partner, hogy ott egy kohéziót összehozni valahogy, és akkor lenne egy elit csapat, meg lenne egy olyan csapat, aki azokkal, aki a labdarúgást szereti, mert vannak olyanok, akik mondjuk top csapat, és tényleg az a cél, de vannak, akik meg a Újpestet szeretik, meg a labdarúgást szeretik, az is egy másik bázis legyen, mert most is vannak különben ilyenek, tehát az Újpestnél is például nálunk van U16, meg van U16B-s csapat, ahova, hogyha véletlenül sérült vagy, le tudsz menni játszani, más bajnokság, egy ilyen lejjebbi bajnokságot játsz a főhozónak, tehát ezt a kohéziót kéne megtalálni, én szerintem, de hát aztán vannak nagyobb emberek, akik majd ezt eldöntik. Köszönöm szépen, itt voltál. Nagyon szépen köszönöm. További sportosat.